Az Ivano-Frankivszk megyei Dolináról egy 20 fős gyermekcsoport indult el magyarországi üdülésre, Márta Tibor Fényes Litke polgármesterének meghívására a kisvárdai székhelyű Tisza Európai Területi Társulás közreműködésével. Segítettünk zökkenőmentesen átjutni a határon számos gyermekcsapatot. Mi is táboroztatunk gyermekeket idén-nyáron is, ahogy az elmúlt években is, és ezúton is szeretném felajánlani minden olyan szervezőnek, akik szeretnének még gyermekcsoportokat táboroztatni Magyarország területén. Ha tudunk, mi mindig szívesen segítünk. Ez a csoport most Dolináról érkezett, és Fényes Litkére tartanak, ahol Márta Tibor polgármester úr veszi át őket, és csodás 7 napot fognak tölteni Fényes Litkén számos színes programmal tüzdelve. Ellátogatnak majd Nyíregyházára, az akvaparkba, állatkertbe, Tokajban fognak hajókázni, Sátrajóújhelyen fognak bobozni, tehát nagyon-nagyon színes és tartalmas programban lesz részük. Valamennyien katona családok gyermekei, akik sok megpróbáltatáson estek át az elmúlt hónapokban. Ezeknek a gyerekeknek a családjából valaki harcol, vagy elesett a háborúban. A nevükben is köszönjük ezt a pihenési lehetőséget, hiszen ők állandó stresszben élnek, aggódnak a fronton küzdő családtagjaikért. Van, aki nemrég temette el a hozzátartozóját. Ezért is fontos, hogy legalább egy kis időre kiszakadjanak a környezetükből, kikapcsolódhassanak szép és nyugodt környezetben, fogalmazott a kísérő tanár. A gyerekek közül van, akik korábban már járt Magyarországon. Az utóbbi 2 évben nem utaztunk sehová. Nagyon örülünk, hogy újra Magyarországon lehetek, és remélem sok élményben lesz részünk, hiszen a programunk, ahogy leírták, nagyon változatos. Minden nap máshová utazunk majd, mondja ez a lány. Szeretettel köszöntelek benneteket az Ungvári Főkonzulátus nevében. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a múlt évben és az idén is számos ukrajnai gyermekcsoport üdültetésében vállalt szerepet. Idén már közel 1500 gyermeknek a utazását szervezte a főkonzulátus. Ez a mostani csoport, ez Dolinából érkezett, Márta Tibor Fényes Litka polgármestere felajánlásával, illetve az East West logisztikai ZRT-nek a segítségével. Nagyon tartalmas hetet fognak eltölteni a gyermekek Magyarországon, és hát kívánok nekik, hogy ebben a háborús helyzetben egy kicsit tudjanak kikapcsolódni, és felejtsék el a problémákat, amik itt vannak Ukrajnában. A fogadó magyar fél az üdültetés minden költségét, az utaztatást is beleértve magára vállalta.